Hát szervusztok, újra jelentkezünk itt egy Filmbarátok Express-szel. Miért? Mert véget ért a Walking Dead 6. évadának a második fele is, és hát fenntartjuk ezt a szép kis tradíciót, beszélünk róla spoileresen. Ez a mi, az nem jelent mást, mint egyfelől itt van a szokásos Filmbarátok tag Gergő. Sziasztok! És a Walking Dead podcastek elengedhetetlen vendégszereplője Shirin. Hát sziasztok! És én Freddy vagyok. Na, akkor nagyon frissen rögzítjük ezt az adást. Itt az utóbbi években nem ment ennyire pikpak gyorsasággal az utolsó rész után, de most szerintem mindannyian úgy éreztünk, hogy itt beszélhetnékünk van. Frissek az élmények még. Hát most mindenki erről beszél úgy is, de igen. Tényleg. Hogy nagyon régen volt ilyen szerint, hogy Walking Dead ennyire megrebegtette volna a rajongókat. Igen, én is így voltam vele, pont beszéltem is egy kollégával, hogy amikor elkezdődött ez a fél évad, így gyakorlatilag, ha nem kereste ezt az infót az ember, akkor így nem dörgölték ándon az orra alá. Tehát abszolút nem olyan nagy beszédtima már ez a sorozat, mint évekkel ezelőtt volt. Szerintem nem véletlenül. Igen, persze, de nem tudom, így is meglepő azért. Tehát ha minden igaz, már nem olyan gigászi nagy közönség siker, mint volt egyszer, de azért még így is elég masszív. És hát csökken a nézettség minimálisan, de még így is háromszor többen nézik, mint bármilyen más kábeles drámát, úgyhogy Walking Dead még egy 5 évig biztos képernyőn lesz. Nem biztos, hogy ezzel a castinggal, de ez képernyőn fog maradni. 5 évig még biztosan. Ja. Ó, Istenem. Na, Shirin már. Shirin spoilerezik. Igen. Na, viszont, aki emlékszik a legutóbbi évad kibeszélőnkre, a 6/1-es beszélésre gondolok, ott iszonyatosan szétszedtük a sorozatot. Tehát gyakorlatilag egy non-stop fikázás volt. Legtöbb hallgatónk egyet is értett, páran túlzásnak érezték, ha jók az emlékeim, de azért többnyire egyetértettek velünk az emberek. Kérdezem én most egy egymondatos választ várva, jobb ez a fél évad, mint az előző volt? Igen. Minimálisan, mondjuk. Hú, de nehezedre esett. Igen, én is azt mondanám, hogy egyértelműen jobb. Az de a baj, az igen? A baj, hogy nekem a két emlékem a legnagyobb emlékem erről a fél évadról, az első rész, amikor ilyen sírva röhögtem azon a részen, és az utolsó rész most, ami meg sírok. Uh-huh. Tehát a kettő között volt néhány jó momentum, de azért árnyalja rendesen a képemet róla. Na, neked legalább így a keretes szerkezet igen. Megvan. Igen. Ja. Igen, úgyhogy igen, valóban szerintem egyetértek azért mindkettőtökkel, inkább Gergővel ezek szerint, hogy én is erősebbnek éreztem, de azért bőven vannak még hiányosságai a sorozatnak, és ezekre szerintem rá is térünk akkor hamarosan. Miben egyeztünk meg részről részre, vagy... Hát nem egyeztünk meg. Szerintem nem lehet ezt történetszálon nyomni, mert ugye valaki elmegy, csinál valamit, visszajön, akkor másokkal csinálja tovább, tehát nem igazán volt történetszál, csak ez a Hilltop Savior dolog, az meg igazából az egész gruppot érintette, szóval szerintem menjünk részenként, hogy összegezhetjük az egész évadot egybe, és elmehetünk inni. Akkor csináljuk részről részre, legalábbis próbáljuk meg valahogy összeszedni. Én gyorsan átpörgettem a részeket itt az adás előtt, úgyhogy ilyen címszavakban kiírtam dolgokat. Úgyhogy akkor kezdjük is a 9. résszel, azzal kezdődött itt az évad második fele. Ami után az volt az első gondolatom, egyébként szerintem így az évad talán legjobb része volt, a fél évad legjobb része volt szerintem az első. És az volt az első gondolatom, miután véget ért a rész, hogy miért nem rakták ennek a résznek a leglényegesebb pontjait az előző fél évad fináliába, és akkor senki nem nyafogott volna úgy, ahogy tette annó, szerintem teljes joggal. Teljesen indokolatlan volt például áthozni csomó mindent, gondolok itt például a nagy menekülésre, a összetrutyizott ruhákban, meg ilyenek, ami viszonylag gyorsan fel is lett oldva, hogy gyakorlatilag ilyen pikpak mód meghalt a vinnyogó kölök.
De azért itt viszont kukázták az előző évad végét, mert hogy ott ugye egyben, amikor kijöttek a házból, már a gyerek egyben elkezdett visítozni, hogy anya, anya, anya. Itt meg még egy 20 percet meneteltek ebben a részben, mire megint lebuktak. Tehát így, mint hogyha azt így, azt gondoltak volna az írok, hogy oké, ez fasság volt, vagy oké, most ez egy feltornáztuk az izgalmakat, és akkor így utána meg így, mint hogyha visszaléptek volna tőle. Nekem van egy elképzelésem. Tehát van egy írógárda, aki ezt írja, gondolom, szerintem többen is lehetnek benne, és áll egy ilyen AMC-s katona így az írógárda fölött, egy ostorral, meg egy géppuskával, és a géppuska vagy az ostor akkor kerül elő, hogyha a nézettség elkezd esni. Ezért az írók egyszerűen meg vannak bolondulva, annyira félnek, hogy nehogy egy pár ember elmenjen a következő részre, ezért mindig kell egy cliffhanger a fél évad meg az évad végére, mert azt nem lehet, hogy lezárunk egy történetet, és csinálunk valami keretet ennek a sztorinak, vagy hogy bármi értelmes dolgot kiúszunk ebből az egészből, nem. Egyszerűen tovább kell tolni, hogy az az ember visszajöjjön arra plusz egy részre, mert akkor lehet, hogy tovább fogja tudni nézni még pár három résszel, és akkor még annyi részig van munkánk. Én erre tudok tippelni. Várja, most a mostani finálét is gyakorlatilag elmondtad. Igen. Szerintem ez azért nem állja meg a helyét, mert hogy Walking Deadben eddig nem nagyon voltak cliffhangerek. Olyan igazi cliffhangerek, mint mondjuk ennek az évad végén. Tehát úgy általában így direkt, mint nyilatkozták is az írók egy talán két éve, hogy a Walking Dead egy olyan sorozat, aminek nincs szüksége cliffhangerekre, aztán most meg persze segget csináltak a szájukból, az egyértelmű, de ezelőtt szerintem annyira nem volt rájuk jellemző. Mindig így lezárult a történet, szóval például a börtönnél is, ugye, és mentek tovább. És nem tudom, tehát... már amikor a Governor round two, nem tudom, mit csináltak, szerintem akkor is kilógott a lóláb, hogy nem mernek lezárni semmit normálisan, mert egyszerűen félnek attól, hogy nem lesz a következő évadra ötletük, vagy hát a franc tudja, de nem tudom, szerintem ez az az évad, amiben ez az egész kicsúcsosodott oda, hogy már nem tudtak a remegő kezükkel mit csinálni, és csak oda tolták azt a szar cliffhangereket. Hát a Terminusnál is volt az egy cliffhanger, tehát... Hát de még az se annyira, tehát tudod, ott így tudtuk, hogy oké, fogságba estek, de már Rick az ki akar törni. Itt viszont ugye egy konkrét eseményt, egy izgalmas eseményt szakítottak félbe, és így ugye nyilván ez inkább a cliffhangernek szerint a definíciója, amikor így állunk hozzá, most a Terminusnál szerintem ez annyira nem állta meg a helyét. A Terminusnál szerintem utólag visszanézve álltam meg a helyét, mert szerintem, amikor odaértek Terminusra, legtöbbünk úgy volt, hogy jó, akkor itt most el fognak tölteni nem egy fél évadot, de legalább egy pár részt. Jó. Nem az, hogy a következő részben így tik-tik-tik, és így megoldják a problémát, mindenkit fejbe lőnek, és mennek tovább. Tehát ebből a szempontból szerintem akkor is cliffhanger volt. Mert nem építettek rá történetet, csak igazság szerint annak a sztorinak a lezárása volt. Tehát mi a cliffhanger ebből a szempontból? Szerintem egy sztorinak a lezárásának a végét tovább vinni. Hát én inkább azt mondanám, hogy egy folyamatos eseménynek a megszakítása, az, amit így az emberek meg látni akarják, hogy mi a vége, azonnal abban a pillanatban, ami szinte már a következő pillanatra is kihatással lesz, egy olyan ponton félbeszakítani szerintem ezt. De nyilván ez emberfüggő, hogy ki hogyan viszonyul hozzá. Szerintem ennek az évadnak a végén ez sokkal inkább annak minősült. Ez jó. Tény. Igen. Ez az évad, ez mindent vitt cliffhanger szinten. Ja. De majd odáig eljutunk. De amúgy szerintem az első rész igazából kicsit ilyen random volt. Tehát, mintha már így elkezdték volna felépítgetni, hogy oké, okay, Ricknek talán lesz valamilyen, egy kis családszerűség, és akkor egyből mindenki meghal a picsába. Igen. És ennyi. Meg... Kicsit kegyetlenül bántak ott szerintem. Meg van olyan... Tehát, hogy mondjam, az anyuka azért megérdemelt volna ennél egy szebb távozást, úgymond. Igen. A Carl az, jó, hát ez a szokásos beetetés volt, tehát én nem teljesen értem, hogy azt a szemlövést, ami elég meglepő volt, azért tegyük hozzá. Én, hát mert olyan gyenge fegyvereik vannak, hogy csak a szemig megy, igen, nem hogy átmegy az agyán, meg igen. Ilyesmi, és megdöglik az a szerencsétlen hülye, hanem túléli. Én azt hittem amúgy, ez nem lesz benne, ez a képregényben ugye megtörtént már, tehát ez még sokkal régebben itt meg azt hiszem a Governor lőtte el talán, de ott meg így ugye a szem gödrét lőtte neki, tehát így oldalt kiment a golyó, tehát ott konkrétan szétroncsolta annak a részét Kárnak, meg konkrétan belement a szemébe. Tehát nyilván anatómiailag szerintem jobb lett volna, hogy tényleg ott eldurrantja a fél agyát, és akkor oké. Okay. Tehát én azt hittem, hogy ezt nem csinálják meg, hogy most akkor szegény
hogy hívják a gyereket? Chandler Riggsnek ezúton túl csak fél szemmel lehet járnia a forgatások alatt, tehát pár év múlva ez fél vak lesz szerencsétlen. Tényleg, mert szeme az elszakik a fénytől a forgatások alatt. Nyugi. De semmi gond, Gergő, ne aggódj, következő fél évad zárásnál egy biotechnológiai üzembe törnek be, ahol még nem járt senki véletlenül, és egész végig ott voltak a bentlakók a kezdetek óta, és pont van náluk majd egy ilyen bionikus szem, amit beraknak a kárnak. Vagy zombivérrel meg lehet gyógyítani. Akár. Ez mekkora lenne. Hogy a másikat is kilövik, és utána nincs ilyen baj, hogy... Jaj, szegény. Igen, és izé, átmegyünk ki Book of Ailey-be, vagy mi a franc, ami vakon fogja osztani az imát. Édes Istenem. Vagy a Gabriel atya megcsinálja neki. De, ja, tehát én azt hittem, ezt nem teszik bele. Ja, meg megmentőket a rakétás meglepetés, ja, azért jó, az ott volt. Az menő volt. Az... Én még direkt néztem is, és arra gondoltam, hogy basszus, ezeknél van egy rakétavető, most Daryl hátra ment, az kurvára szét fogja őket lőni, és még annyira adta is magát a helyzet, hogy mindenki annyira összetömörült, szinte a kezük, egymás kezét kellett volna megfogniuk, hogy létsz, ide lőjél. És hát ott Daryl lőtt is egy plusz 40-et. Pofátlanul jó volt, de az a baj, ez az a rész, amire azt mondtam, hogy sírva néztem, sírva röhögtem rajta végig, mert ahogy elintézték az anyát, amit csináltak Carl-al, az nem lehetett komolyan venni, tehát nem tudom, én sok ilyen hülye drámát néztem már, nem tudom, ez annak számít elni a ponnál, de soha nem így vezettek fel egy karakter halált, nem ennyire, nem tudom, kötetlenül ölték az embereket benne, hogy ahogy így igazából nincs értelme, szerintem. Igen. Tehát, hogyha már eltöltöttünk, mit tudom én, egy évadot azzal, hogy ezeket a karaktereket megismertük, az anyát, meg a gyereket, fölépítettünk rá egy para jelenetet, és azzal zárjuk le, hogy ja igen, meghaltak. Ja. Tehát ez annyira ilyen cop-out-nak hangzik, tehát egy ilyen elmismásolt megoldásnak, hogy jó, legyünk rajta túl. Hát ilyen kapkodós volt egy picit, tehát pedig van idejük rá, 16 részük van egy évadra, és azért elég nehezen hiszem el, hogy ezt tényleg így kellett megoldani, főleg úgy, hogy az előző fél évad az egy napról szólt talán, vagy két napról, már el is felejtettem, de mindegy, nagyon rövid időről, tehát hogyha ezt meg tudják csinálni, akkor itt miért, nem? De majd mindjárt rátérünk arra is, hogy ezután meg mi történt, de igazából inkább a vérengzés volt itt érdekes, nem pedig maga a rész, meg a végén az megvan az a montázs, ez eléggé komikus, meg szerintem ilyen bénácska volt, hogy így visszavagdosták, hogy kitakarítják az egész várost, ugye Alexandriát, és akkor ilyen hülye montázsal oldották meg, azt úgy nem teljesen értettem, hogy oké, hogy ilyet nem nagyon csinálnak a tévékben, de nem is véletlenül. Igen. Elég szarul nézett ki, maradjunk annyival. Meg de a végén azért az menő volt. Tüzes megoldás. Igen, azt akartam mondani. Ja, a rakétavetővel? A maradék rakétával? Tehát nem tudom, ez olyan kicsit olyan vészmegoldásnak tűnt, hogy jó, hát akkor mindegyik belesétál a tűzbe. Igen. Tehát így, hogy oké. Okay. Oda csalogatták volna őket, vagy belelökdösik őket, vagy mit csinálnak? De lehet játszottak valami Left 4 Dead-del, és abban is mennek a tűzre a zombik, hát akkor most nálunk is mennek a tűzre a zombik. Ez ennyi erővel, amikor volt az a nem tudom, még kőfejtő, vagy mi a franc, az a nagy bányagödör, vagy mi a franc, na oda be kellett volna dobni, nem tudom én, mennyi spiritus felgyűjteni, és azok mind belesétálnak, és egymást megölik, tehát ennyi erővel. Hogyha ennyire vonza őket a téma, hogy a friss husinál jobban szeretnek tűzbe gyalogolni, akkor tessék. Akkor még nem jutott az írók eszébe, Freddy, ne hibáztasd őket. Úgyhogy jó, hát... Tudod, mire lehetne ezt ráhúzni, hogy nem jutott az íróknak az eszébe? Arra, hogy miért örték meg a csajt. Mert az előző évadban így felépítették, hogy a Rickkel kapcsolat, és így eszikbe, igen. Hallod, figyelj már, miért nem hozzuk össze a másikkal? Hallod, ez tök jó, öljük már meg a csajt, akkor jó lesz. Milyen munkaszerződései lehetnek ezeknek a színészeknek, képzeld el, hogy hát tervezünk veled, tervezünk, te leszel az új Rick, izé, asszony, és akkor, nem mégsem, bocs, ennyi. Jó, úgyhogy szerintem ez volt az első rész, itt szerintem ennyiben lehet hagyni, akkor a második... Még ott vonaglottak a Glennék ott kint a kapunál, meg mit tudom én, azt sem nagyon értettem, hogy ott... Te remélte, hogy a Glennnek megint nem játsszak el a kamu halálát. Ja, aha, igen. Csak egy pillanatra azért így megijedtem, hogy úristen, létszi, ne, megint ne, és szerencsére nem. Ja. Nagy szerencse.
Na jó, de ennyi volt az első rész, szerintem menjünk tovább. Igen, a második rész egy sokkal érdekesebb stílus volt, ami nem volt jellemző, hogy a humort is bevitték egy kicsit. A Benny Hill Show. Igen, az a híres üldözéses rész ott a végén. Nem tudom, hogy tetszett nektek ez a rész? Tehát így a Rick és a Daryl az ugye kiment, kiruccantak üdítőért mondhatni. És megtalálták Jézust. Konkrétan. Jézust, igen. Okay. Én bírom amúgy ezt a fazont. Én nagyon. Is, tehát az volt a durva, hogy az a fickó azzal a egyrésznyi jelenlétével sokkal jobban felkeltette az érdeklődésemet, mint rengeteg más karakter a sorozatban több évad után nem volt képes ezt a szintet elhozni. Uh-huh. Ezt adom. Nem tudom, szerintem nekem ez volt az évad csúcspontja ez a rész. Mert én ezt az elejétől végig tudtam élvezni, tehát bírtam a jó, mondjuk a végén, hogy belegurult a kocsi a vízbe, az tényleg hát nagyon Benny Hill volt. De ez az, amit végig tudtam élvezni, végig tudtam valamennyire izgulni, és itt visszajött valamennyire nekem az, hogy ez a posztapokaliptikus valami, hogy belefutnak egy ilyen figurába, és miért ne fussanak bele? Tehát kellenek az ilyen konfrontációk, ami nem a végletekig megy ki, hogy jó, most vagy én öllek meg téged, vagy te ölsz meg minket, és akkor a végeredmény az vagy piros, vagy igen, vagy másik irányból piros, tehát mindenképpen valaki vérzik. De igen. Ennél meg ugye volt egy konfliktus, ezért tovább csavarták, és a végén megoldották. Minden mellett persze nem csak úgy, hogy bedobtak egy ötletet, hogy te figyelj, mi lenne, ha elmennének a Vidám Parkba, és akkor ott felülnének valamire, hanem elmentek Derilék összeszedni cuccokat, mert hát ugye még mindig apokalipszis van, tehát néha gyűjtögetni is kell. Igen. És akkor erre fel tudtak húzni egy normális történetet, egy normális karakterre, mert azért tényleg Jézus szerintem baromi jól eljátszotta a színész. Uh-huh. Mondjuk nem tudom, hogy hívják, Tom Payne. Igen. Max Payne-nek gondolom az unokája. Ami meg is magyarázna, hogy miért volt ilyen badass. Ja. De nekem ez a rész, ez volt a csúcspont. Én itt azt hittem, hogy jó lesz. Az egész évad. Itt még majdnem elhitted. Majdnem elhittem. Megbocsájtottál neki. Ja, és a rész végig ilyen cliffhanger, nem tudom micsoda, és nekem nagyon tetszett. Micsoda, komolyan? Mi a románc? Nem a románc, hanem hogy a végén ott állt az ágynál. Ja, az. Igen, az jó volt, de hát akkor most mondjuk ki az, hogy a Rick és a Michonne összejött gyerekek, hát az tehát engem lesokkolt. Szerintem szükségtelen volt. Tehát annyira felesleges és nem hihető. Tehát a Michonne tökre az az ember, akiről az jött át több évadon keresztül, hogy ő nem akar már kapcsolatot elkezdeni. Nem? Hát így igen. Van. És akkor hirtelen azzal a Rickkel jön össze, akinek a Choice-ját egy résszel ezelőtt felzabálták, ami így a sorozat történetben nem tudom én mennyi lehetett, másfél hét, két hét, vagy én nem szerintem tudom. Hónap is lehetett itt közte. Tehát itt volt egy időugrás ugye az első meg a második rész között. Aha. Egy azt hónap szerintem biztos. Hónap. Hát, ja, mert Card is azért már rendbe jött nagyjából, tehát az már fenn volt meg minden, tehát úgy szerintem egy hónap, vagy másfél hónap jó, biztos. Jó, akkor legyen lehetett. Egy hónap akkor is, tehát jó, nem persze. Tudom, olyan szarul lett ez felvezetve, és már ahogy egymáson néztek, így mondtuk itt otthon, hogy jaj, ne csináljam, ezt nem csinálják meg, aztán elkezdenek csókolózni, úristen, hát ez egyszerűen írtó béna volt. De legalább ebből melodrámát nem csináltak a fél évadban, ami szerintem már nagy dolog. Igen. Jó. És igaz. Tehát így mondjuk el lehet nekik tőle. Nézni, hogyha így összejárnak, meg szórakoznak, tehát tényleg így nincsenek ilyen nagyon-nagyon mély és szuper érzelmes jelentek, mert tényleg ez már nem erről szól. Arra ott van Maggie meg Glenn, tehát erre már nem kell még egy páracskát berakni. Szerintem jó, mondjuk azért valamennyire meg volt alapozva szerintem azzal, hogy a Michonne a pótanyuka gyakorlatilag a gyereknek. Az is igaz. De ettől függetlenül nekem is fura volt, meg olyan úgy ültem ott, hogy ne, most miért? Tehát így, volt két tök jó karakterünk. Tehát így, igen. És most lesz belőlük egy pár, de minek? Mit nyerünk vele? Tehát mit ad, mi, ez olyan jó szó, narratív, mit ad a narratívához az, hogy ők együtt vannak? A világon semmit. Lehet, hogy addig jó, amíg nem akarják ezzel lehúzni. De aztán a következő évadban meg kiderül, hogy ho-ho, de figyeljetek csak. Most kiderül, hogy
mellette Rick félrekefélt, és akkor Michon dühös lesz, és vajon mit fog gondolni ezután, és vajon kiderül, ú, Daryl már tudja, és csinálnak valamilyen ilyen mini drámát. Jó. Jogos. Rick lenyúlja mondjuk az Enidet, vagy Inidet Carl elől. Igen. Ó, azért az köcsög lenne. Jó, de hát akkor mehetünk is tovább a következő részhez, ahol aztán a következő románc bontakozik ki. Sasha és Abraham hirtelen óriási románcba kezd, de számomra teljesen érthetetlen okokból. Várja, ez volt tényleg? Totál elfelejtettem. Hát igen, Sasha a rövid hajú fekete csaj. Azt tudom, csak így, jó. Hogy én nem emlékeztem rá, hogy ezeknek hol indult el egyáltalán, meg már hát miért úgy, beszéltek ki, és hogy ilyen olyan dolgokat. Tehát igen, sehol. Tehát így egyik járőrözés közben rájöttek, hogy hé, tehát nekem ez a Sasha sokkal jobban bejön, mint az a Rosita. Tehát így, pedig én az jobban blokkolnám. Szerintem ezzel sokan vagyunk így. Ja. És aztán zseniális jelenet volt, amikor így az Abraham így nagyon dühöng magában, hogy já, hát ezt ki kell mondani, meg stb. És utána hirtelen összepakol, és így elmegy. Nem tudom, emlékeztek erre a részre. Igen, arra, és utána én komolyan azt hittem, hogy ő elhagyja a falut. Ezek után csak egy egyházal arrébb ment a Sashához. Hát az olyan szar volt. ez szerintem egész Abrahamnek a sztori szála ebben a fél évadban rettenetesen random volt. Tehát így hirtelen elkezdte utálni az életet, vagy igen, nem. Aztán meg baba szerető lett hirtelen. Hát mégis. Meg. Nem tudnak vele mit kezdeni, hát neki ugye az volt, meg volt a története, elmennek Washingtonba, jó igen. Lesz Washingtonba, ja, elviszem Eugene-t Washingtonba, és akkor leszek Washingtonba, és akkor nem mentek a Washingtonba, hanem csak itt baszkurának, bocsánat, tehát itt szarakodnak így körbe-körbe, és így szerintem ülnek ott, és gondolnak, mit csináljon Abraham ezen a héten? Igen. Figyelj, körbenéznek így a szobába, ott egy rakétavető, ott egy ruha, csináljunk belőle valamit, valaki dobjon be egy ötletet. Ja. És akkor következő héten, hát most mit csináljunk vele? Szerelmi szál, az már rég volt. Egy részsel ezelőtt. Igen. Az mindig tetszik az embereknek, yeah. Igen, azzal azonosulni tudnak, hát nekik is van szerelem az életükben, és ők is szembe kerülnek, hogy vajon ki a tökéletes nő, meg ki a tökéletes társ az életükben, hát ezt ki kell bontani a posztapokalipszis világában az ex-katonával, akinek nincsen karaktere. Hát meg amúgy ez a vicces, hogy tényleg ebben a sorozatban van kb. 30 karakter, ebben mondjuk tudjuk 10-nek a nevét, és most ezek között itt az igaz szerelmet megtalálni. De tényleg, amit így az ég is egymástak teremtett, az egy kicsit randomabb szerintem. Jó, hogy az ördög ügyvédje legyek. Nyilván, hogyha magukra vannak utalva, akkor ott azok így a szálak összefonódnak, de hát most komolyan már második csajra mozdul rá, tehát miért? Miért kell itt ilyen szakító sztori ebben, meg váló per, meg minden? Komolyan amúgy már van köztük pap, szerint egy ügyvéd is kellene közéjük, meg hogyha már rendőr is van, tehát így akkor legalább egy váló peret intéznek, hogy nem tudom, a sütit megosztják egymás között. És tudom, hogy klisés, de szerintem ezzel rontják el ezt a sorozatot, hogy ebből is ilyen párkapcsolati marhaság lesz, mert már nem tudnak milyen történetet írni a Walking Dead mögé, tehát nem tudnak hova menni, nem mehetnek el megkeresni a gyógymódot, nem csinálhatnak igazából semmi olyasmit, ami kihatna az egész világra, saját kis burkukba kell élniük, és egyszer nincs annyi storyline, amit erre föl lehetne húzni már hatodik, meg utána majd hetedik évadra. Szerintem ez a probléma. Nem tudják hova vinni a csapatot. De inkább szerintem az a baj itt, hogy a magát az apokalipszisben nem tudják beleszőni a szerelmi szálakat. Tehát általában ezek teljesen függetlenek attól, hogy itt egy világvége van. És például szerint ezek a szerelmi szálak annyira nem reflektálnak jól a magára a környezetre, maximum ugye Glennéké, akiknél ugye már itt van tényleg a gyerekkérdés, gyerek probléma, és nyilván az sokkal érdekesebb szerintem, mint hogy most alig élünk már a Földön, és akkor még váltogatjuk a partnereket. Tehát szerintem sokkal fontosabb, vagy lényegesebbnek a Glennéknek a története ebből a szempontból.
Jó. Hát tehát, igen, csak ők az övékét is már húzzák, mint a rétes tészta. Hát igen, ez meg mondjuk a másik probléma, de majd erre is mindjárt rátérünk. Igen, igen, tehát az, hogy ilyen párkapcsolatot bevisznek, az még nem is kifejezetten baj, ha így jól fel van építve, mint mondjuk tényleg lennéknél teljesen korrekt, de ami itt helyenként műveltek, az nagyon fura volt. Uh-huh. Jó, tehát a 11. részben aztán elmennek Hilltopba, amit kiderül, egy halom dárdás fazon őriz, és itt hirtelen, egyébként ez is teljesen meglepett, hirtelen egyik pontról a másikra kiderül, hogy ilyen írtózatosan nagy éhínség van náluk a faluban. Ez nektek nem volt fura? De. Tehát így egyik pillanatról a másikra olyan annyiszor emlegették, hogy hát ti nagyon kivagytok szolgáltatva nekünk, meg éhhalál szélén vagytok, és hát kajálni kell, nincs kajálni. Basszus, hogyan? Tehát erről eddig nemhogy szó nem volt, hanem én úgy emlékszem, hogy kifejezetten lehet, hogy összekeverek már valamit a Woodbury-vel, de minthogyha oda kerültek volna Rickék táborba, akkor ott egy tök jó kiépített ilyen ökogazdaság volt, hogy valami, nem? Uh-huh. Vagy csak is kizárólag konzerven éltek? Hát szerintem amúgy inkább itt a másfél hónap alatt fogytak ki. Tehát addig, ameddig ugye itt eltelt ugye az első meg a második rész között valamennyi idő, és lehet, hogy az idő alatt fogytak ki. Ugye azért is mentek a teherautóért, hogy azt ugye elhozzák ugye még Jézus elől, és gondolom akkor így közben fogytak el. Én egy ilyet tudok elképzelni maximum. Aha, de nem tehát akkor is erőltetett volt. Hát nyilván az időugrás hozta magával ezt a problémát, most nyilván így lehetett a legjobban bemutatni. Én nem akartam három részt azzal nézni, hogy mennyire éhesek vagyunk. Az előző fél évadban talán volt, vagy az előző, az ötödik évadban volt talán, amikor Daryl már gilisztákat evett, vagy mi a szar? Tehát ezt már egyszer végigéltük szerintem. Már nem is emlékszem. De akkor is lehetett volna valami lépés, hogy egyik lépésre a másikra. A másik meg, hogy ahogy szerintem beleírták a sztoriba, az így nagyon emlékeztet ilyen szarul megírt történetekre, ahol a film elején így bemutatkoznak, úgy beszélgetnek az emberek egymással, hogy te megértsd a történetet. Hogy szervusz Carol, akit elvesztettem egy autóbalesetben, de újra összetalálkoztunk, mit tudom én, két héttel később, és összejöttél a bátyámmal, Bobba. Szervusz, én is itt vagyok, és képzeld el, édesapám 22 éve rákban haldoklik, és nem találjuk a nem tudom, a gyógymódot rá, de tovább fogunk menni, és kezdünk valamit ezzel a dologgal, és végül, és ebből úgy leszűrött, hogy a történet az lesz a filmben, a végéig, hogy küzdenek a rákkal. Tehát ez egy ilyen nagyon béna ilyen írási megoldás, hogy beleerőltetik az emberek szájába a történet, tehát mert nem tudják megmutatni normálisan. Uh-huh. És ez kivesz szerintem az élményből. Igen. És de, akkor... de nem akarlak titeket tönkretenni, nektek tetszett ez a fél évad, bocsánat. Hát jó, hát figyelj, megvoltak ez a jó részei. Ez attól még jogos kritika. Persze, attól világos. Még, hogy el voltunk vele, attól még ezt látjuk, hogy amit néha rettenetesen fantáziátlanul meg. Ezt megint el kell mondani, hogy olyan szörnyű párbeszédek vannak ebben a sorozatban még mindig, és nem tudom elképzelni, hogy ki hagyja ezeket jóvá, és konstansan. Tehát komolyan átmennek ezek az évadok ilyen 10-12 író kezén, és olyan borzasztóan hiteltelenül vannak ezek az egyes pár beszédek megírva, vagy valami hihetetlen. Igen. Tehát tényleg átmehetnének leckét venni Vince Gilliganéktől a Better Call Saulhoz, vagy akárhova máshova, mert egyszerűen én ilyen szörnyeket nagyon ritkán hallok sorozatban. Ez a zöld jászhoz nem küldeném őket. Hát jó, mondjuk oda még ne, de azok szerintem már így is valami, nem tudom, purgatóriumban vannak azóta is. De tehát maga ez a közösség szerintem úgy érdekes volt. Igen. Más helyzet, tényleg máshogyan viszonyulnak, meg ugye már itt is elkezdték felvezetni ugye a Neganéket, meg a megmentőket. Megmentők voltak ezek? Én angolul néztem, végig Saviors volt. És ott ugye felbukkant valami visszatérő közöttük, és egyből le is szúrta a... Ki a szar volt ez? Nem tudom, én a 24-ből Gregory-t ismertem a... Igen, Gregory. Színészt. Ez a csávó, hogy mindenben benne van. Igen, igen. Én ezt már annyi helyen láttam. Xander Berkeley. Meg is van. Na, mindegy. Tehát így amúgy szerintem még soha nem volt, hogy Walking Deadben én egy ismert színészt láttam amúgy. Tehát mindig ilyen föld alól előkukázott arcok vannak. Hát a drótos színészek, hát mennyi volt? Jó, hát azokat is én csak a drótba láttam.
de hát itt például ő azért így kb. Mindenhol benne volt, meg majd ugye később, majd Niggerre még kitérünk, hogy őt láttuk még sok helyen, de ő volt szerint az elsőn ismerősebb arc, legalábbis nekem. Uh-huh. Én nem ismertem, úgyhogy én ebből a szempontból műveletlen vagyok. Lehet. És akkor itt ebben a részben kapott Maggie hirtelen ilyen nagyobb szerepet, az is egy kicsit olyan furcsa volt, hogy úgyhogy kikönyörögte volna magának, hogy na, gyerekek, csináljak már valamit ebben a sorozatban. És, neki csak annyi a dolga, hogy nagyon terhes legyen, és igen, kész. Hát most már igen, ja. És akkor hát üzletet kötöttek Jézusékkal, hogy legyőzik a megmentőket. Ugyanannyit visznek el, mint a megmentők, csak ők még meg is ölik mellé a megmentőket. Igen. És akkor, ami viszont meglepett, hogy, ja, hát bocsánat, még mielőtt itt tovább mennénk ezzel a storyline-nal, mekkora tipikus Walking Dead Rick jelenet volt, amikor ott volt az a hátba támadás, hogy ott megtámadták azt a színészt, akinek ez Gregorit. Gregorit, igen. És utána a Rickre rámászik az egyik késelő, és utána a Rick így nyakon szúrja, és annak, hogy a vére így ráemlik az arcára. Nem tudom, emlékeztek arra, igen, a részre. Igen. És utána föláll, és igen. Mindenki nézi, hogy teljes véres az arc. Mi a fasz van? What? Ez a tipikus Rick. What? Szerintem... De a következő részben is volt a ilyen. A világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy éppen, nem tudom én, 2 liter vér folyt az arcodra, és kinyírtál valakit. De... Én amúgy ezt a Ricket imádom a legjobban. Tehát ez az az állat Rick, aki már nem tudja magáról, hogy egy állat. Igen, jó, de itt azért kicsit nem tudom. Tehát komikus volt. A hülye Ricknek is tudnia kellett volna, egy kicsit megkökkentő volt, ami történt. Igen, na és akkor megkötötték ezt az alkut, és akkor otthon szavaztak úgymond arról, hogy legyen-e ez a támadás, vagy nem. Természetesen mindenki megszavazta, kivéve Morgant, aki duzzogott ezután. Jaj, és szegény. Börtönt épített. Igen, konkrétan. Aki inkább börtönt épített egy másfél napos melóval, egy tökéletesen minden alapanyag helyén volt, meg minden, fantasztikus ez az ember. Na figyelj, lehet, hogy van ott Alexandrián belül még egy IKEA, csak nem tudunk róla. Igen. Csak nem nézett oda a kamera. Igen. És ami viszont meglepett... Ilyen Fallier Flair szeret. Prison. Meg igen, kis ilyen imbusz kulcsarak. Mindig hiányzik egy alkatrész, egy rács például, és mindenki átfér. Aztán hívná ugye a vevőszolgálatot, hogy mégis hogy lehet, de nem. És akkor, ami meglepett, hogy gyakorlatilag egy részre rá már megtörtént ez a támadás. Tehát ez egy nagyon kellemes csalódás volt nekem, mert én azt hittem, hogy most kb. 3 részen keresztül tervezgetnek meg mindent, aztán nagy szart, egyből mentek gyakorlatilag. Ez nekem nagyon tetszett. Hát nem szaroztak egyáltalán, igen. Tehát megindultak, és akkor gyerekek, kész, mindenkit lekaszálunk a picsába. És az milyen? Az volt talán az évadnak szerintem a legjobb része. Uh-huh. Hát mozgalmas volt. De nekem nagyon ütötte az évad utolsó, vagy a rész utolsó jelenetet, tehát az teljesen nagyon ütötte. Uh-huh. Hát majd arra is mindjárt kitérünk, de amúgy tehát maga például itt még a dráma is érdekes volt, hogy ugye Glenn tippelopózott mindenkihez, és akkor ott ugye nehezére esett leszúrni tényleg az alvó embereket, mert ezelőtt is persze tűzharcban vettek részt meg mindent, de ez, hogy embereket álmukban szúrnak agyon, azért az nem volt egy túlságosan jellemző szerintem eddig a sorozatra. De figyelted egyébként, hogy hogyan próbálták ezt, hogy úgymond a nézőnek kevésbé sokkulnak beállítani, hogy ezek az alvó szegény emberek gyakorlatilag kitapétázták a szobájukat ilyen összetrancsírozott hullákkal, meg ilyenekkel. Igen, tehát, igen, nyilván volt, hősnek kell maradniuk hát a Rickéknek. Ez akkor is megérdemli, ha alszik és védtelen. Tehát így ez ilyen szuperpol korrekt volt. Persze, meg tényleg mindenki ilyen kopasz kitetovált, igen, ez ilyen motoros bandás, nem tudom micsoda volt. Igen. Ja, úgyhogy, de az egy szerintem egy kifejezetten izgalmas rész volt, azzal az egész, nem tudom, milyen radarállomással, meg ilyenek, bár ilyen meglepően egyszerűen bejutottak, tehát én azt hittem, hogy ez egy ilyen komolyabb komplexum lesz, mint hogy két embert kinyírjanak is utána. Hát gondolom, nem nagyon mernek velük amúgy genyózni. Hát tehát valószínű, persze. Igen,
De... Főleg ott a fényképekből kiindulva. Mondjuk az igazad van, hogy tényleg még egy ilyen kis náci karszalag még hiányzott van a karjukba, vagy egy horog kereszt még rajta, de hát mindegy, így is elég gonosznak tűntek szerintem. Vagy tudod, így álmukba, csak így, tudod, így embertölni. Ja. Sieg Heil! Igen. Véres trancsírozás. Csecsemő porno. Mm, na. Ja. És igen, aztán tényleg tök jó. De az offenzíva nagyon jól fel volt szerintem építve, tehát tetszett az, hogy nem csak oda mentek, és így elkezdtek puttyogtatni a világba, és mindenki meghal a másik táborból, nálunk meg senki, hanem tényleg egy mint egy taktikus támadást láthattunk volna. Igen. Mintha. És ti is azt hittétek, gondolom, mint szerintem mindenki, hogy amikor nagyon sokáig mutatták az alvó embert, hogy hirtelen felnyitja a szemét. Én azt vártam amúgy. Aha, jó. Igen, na ez is egy olyan pillanat volt, azt hittem, hogy persze ezt meg fogják lépni, és nem lépték meg, és ez is egy olyan respect. Tényleg ti amúgy elhittétek, hogy itt a Negant is megölik? Tehát, hogy itt már megtalálják? De én semmit nem tudok erről a Neganről, vagy nem tudtam, úgyhogy én fogalmam nem volt. Azt hittem ennyi az egész bázis egyébként, ami igen. Itt van. Aha, úgyhogy én csodálkoztam is, hogy oké, ez a nagy Negan akárki, lehet, hogy ez is ilyen trollkodás volt, hogy néptelenül tipikus Walking Dead-es trollkodás. Úgyhogy én itt nem voltam képben, de nagyon, nagyon jó rész volt. Na én a felénél már tudtam, hogy ez szkamu lesz, tehát hogy nem ennyi túl az egész, és a végén lesz egy pofára esés, csak nem úgy képzeltem el a pofára esést. Hát miért a végén az a walkie-talkie-s rész, azt szerintem az is kifejezetten jó. A walkie-talkie-s rész jó volt az instant nappal után, tehát az tetszett, de nekem az nem tetszett, hogy most őszintén a terhes Maggie, az mit csinálott? Hát a Glenn miatt oda akar jó, menni, de... Gondolom szerződése volt arra, hogy neki 6 részben szerepelnie kell a fél évadban, és akkor még bele kellett tenni ide. Hát ez valószínűleg egyébként így van, mint Andrew Lincolnnak a szerződésében benne van, hogy le kell önteni vérre. Másfél literre. Lehet, hogy azzal ébresztik. Nem is volt benne egyébként a scriptben, hogy leöntik vérre, csak néha így fölvették, ahogy kijön a lakókocsiából, hogy sziasztok srácok, mehetünk dolgozni, és akkor tiszta vér. De mindegy, szóval tényleg a walkie-talkie is jelent, az jól ki volt találva, tehát hogy ők ott vannak, és igazság szerint valamennyire védtelenek, mert nem látják, hogy kivel beszélnek, nem látják, hol vannak, nem látják, hányan vannak, mekkora a fenyegetettség, és ugye náluk van két emberük. De nekem akkor is egy olyan olcsó megoldás volt, hogy hát most elkapják meg itt, meg izét Karolt, mert az jó. Igen, és utána a következő rész azzal kezdődött, hogy a másik oldalról láthatjuk ugyanazt azt a részt, ahogy kijönnek, és láthatjuk, hogy ez a Julianne Moore hasonlás vezette csoport így elviszi került és Maggie-t, egy ilyen, nem is tudom, mi a fene volt, vágóhídszerűség, aha. És egy ilyen kis mini sztori keletkezett ott. Hát a producerek kedvence, tehát a monodráma, kamaradráma. És működött, tehát ez is az igen. Volt, hogy nem volt egyáltalán rossz. Tehát én ezeket a karaktereket, főleg ezt a, most mindig Julianne Moore-nak nevezem, mert nem tudom, ki a fene volt az, az is, őt néztem volna még pár részig, mert szerintem tök jó fel volt építve, látszott, hogy ő is már megélt jó pár dolgot, tehát így hasonlított is a Rick-féle csoporthoz. Hát inkább Carolra hasonlított leginkább, ja. Tehát ugye erről is szólt az igen. Epizód, meg ugye igen. Ez is volt a résznek a cím, hogy Same Boat, tehát ugye egy csónakban neveznek ők, és nagyon hasonlítottak amúgy rá. Igen. És pont azért volt érdekes, meg én Carolról amúgy megvoltam róla győződve, hogy csak játssza ott igen. A pánikrohamot, igen. Hogy, igen. Hogy ez a tipikus elmebeteg Carolt láttam igen. Benne, akit eddig megszoktuk, hogy inkább azt higgyék, hogy nem jelent fenyegetés, meg gyengének gondolják. Igen, meg keresztel, stb. Meg... Igen. Ja. Aztán nem. És aztán teljes döbbenet, hogy gyakorlatilag megőrült, tehát itt átmorganizálódott itt a részek folyamán. Hát besokkal. Terjed a vírus. Ja. Hát tényleg hát verekedtek az előző fél évadban, és akkor lehet ezek így ilyen indián módival, így a legyőzötteknek így a képességeit megkapják. Lehet, és pont a legszarabbat kapta meg szegény Carol. Egyébként egyetértek, hogy baromi jó, ez a rész is jó, ez a rész jó volt, viszont abban nem vagyok benne biztos, hogyha a Julianne Moore karakter tovább viszik, akkor működött volna, mert pont azért volt érdekes szerintem, mert a Carollal ugye mellé lehetett állítani
össze lehetett őket hasonlítani, az életútjukat, ahogy hogy jutottak ide, meg hogy gondolkodnak. Viszont, hogyha mit tudom, a másik csapatnak is lenne egy Carolja, akkor azt hiszem hosszú távon egy ilyen klisé lenne, hogy oké, akkor itt van a Rick karakterünk, ott van a Carol karakterünk, félszemű Bobby. Daryl karakterünk, igen. Tehát szerintem új már sok lett volna, viszont ebbe a részbe tényleg, és ez volt az a rész, ahol szerintem a színészi játékokat végre tudták kamatoztatni. Hogyne. Igen. Az egyértelmű, tehát itt szerintem a Melissa McBride, hát ugye, mert sokszor méltattuk szerintem, mert tényleg az egyik legerősebb pontja színészileg szerintem ennek a sorozatnak, tehát ugye a Carolt játszó színésznő, és itt azért lehetett rajta látni mindent szerintem, ami szükséges ehhez, és ami miatt így megérdemli az elismerést, és érdekes volt a dráma, jól is volt megrendezve, jók voltak a szövegek, itt talán nem fájt annyira a párbeszéd, mint ahogy szokott, és izgalmas volt, tehát volt benne valami feszültség ahhoz képest, hogy tényleg megint csak egy monodráma volt az mondjuk egész. Mondjuk azért, hogy belekössek, szerintem itt a koreográfia meg az akciójelenetek voltak borzasztó rosszul összerakva. Aha. Tehát a végén a szökési nem tudom, szekvencia, hogy jutottak ki, igen, és hogy ugye? Ez követhetetlen volt. Én nem is értettem, hogy hová tűnt mindenki, és hogy tudnak hirtelen az egyik helyről a másikra kerülni, így észrevétlenül. Hát meg a végén, amikor Carol ugye verekszik ezzel a... Amúgy Pólának nem, hívták a csajt. Pólával, igen, bocsánat. És meg így áll hátul, és így néz. Így várja, hogy oké, és lerendezitek? Vagy nem tudom. Tehát így, segítsek. Tehát csak így állt hátul, és így nézte, hogy harcolnak. Jó, így beállt pózba, mint hogyha történne valami, de így várta, hogy akkor most Carol intézd el magadnak, mert én terhes vagyok. Vagy én nem is értettem ott azt a részt, mert ugye nem csak az volt, hogy ugye jönnek a saviorok, meg kell menekülni, az a csaj, az nem csak simogatta Carolt, hanem megpróbáltam megölni. Ugye ott volt az a rengeteg, vagy nem sok, de egy pár walker, ami, vagy egy zombi, ami szintén ugye veszélyt jelentett. Én nem értettem a végén, hogy egy ilyen jó részt a végén miért nem lehet megkomponálni hozzá egy normális feloldozást, egy normális akciójelentet, ahol kijutnak. Igen. A másik meg ugye, amiről már beszéltük, bocsánat, a Carolnak ez a párfordulása, szerintem ez annyira semmiből jött elő. Az rettenetesen van megvalósítva, és teljesen indokolatlan. Tehát kicsit úgy érzem, mintha így minden évadot így egy teljesen más írói stáb írná, ami simán lehet, hogy igaz is, és az egyik nem olvasta volna a korábbi évadokat, és így, tudod mit, ez a nő, ez ne legyen bedesz, ez inkább ilyen vallásos autista csajnak tűnik, jó, akkor legyen ez. És így nagyon-nagyon fura, tehát pont Carolnál rohadtul nem áll jól, amit vele csináltak. És nem, tehát én is meg voltam győződve, ahogy Gergő is mondta, hogy ez egy tök jó szerep, mert bele is illik, amit hát csinált is ott a faluban, tehát ott ő volt a sütikerről. Igen. Még montást is kapott ebben a fél évadban. És csak azért csinálta, hogy senki ne tudhassa róla, hogy ő egy gyilkoló masina is tud lenni akár. Itt viszont így teljesen szétesett, és nem tudnak vele, vagy nem tudom, hogy mit akarnak vele csinálni, tehát hogy egy második Morgant, de későbbi történések tükrében, amikor Morgan már hirtelen feladta a nagy terveit, hogy nem öl már embert, hogy megmentse Carol, tehát itt ennek tükrében kifejezetten még murisabb az egész. Majd a kibeszélő végén itt fel fogok majd vezetni egy elméletet, ezt még YouTube-on láttam, a Jeremy Jones vezette ezt fel, hogy neki volt egy elmélet, hogy vajon miért lehetett Carolnak ez a pálfordulása, de majd, hogyha végére érünk a történéseknek, akkor majd elmondom. Valahol van benne igazság, de valahol meg hülyeség, tehát nyilván ez is csak egy rajongói elmélet, de majd a végén akkor kitérünk erre. Jó. Ja, még egy nagyon jó rész volt ebbe az epizódban, amikor a Carol utánozza Paula hangját. És utána így gyakorlatilag besétálnak a megmentők oda a vágóhídra. Egyébként itt is azt hittem, hogy egy ilyen komoly sereg jön, ezek után nem tudom, 3-4 ember volt, vagy mi, tehát ilyen nagyon fura, de itt is azért is jó volt ez az egész, hogy tudtad, hogy még mindig van tartalék ennél a bandánál, és még mindig vannak, és nem az van, mint amikor hittem itt a radarállomásosnál, hogy oké, kész, hát ezek le lettek győzve egyszerűen, hanem így ezt viszont szerintem szépen felépítették, hogy micsoda, hogy mondjam, franchise van itt a Negan mögött, úgyhogy ez szerintem... Egyen pólókkal, meg mindennel sütivel. Igen.
Úgyhogy szerintem ez egy kifejezetten érdekes epizód volt. Ilyen némtegekkel, hogy hello, my name is Negan. Igen. Mert ugye mindenki Negan. Ja. Vagy hát a felett, ja, igen, ugye... hát a rész végén is, hát az a mexikói csávó, hogy a you asshole, I'm Negan, és utána egy lelövi. De bocsánat, még egy gondolat Karolra, hogy kicsit még ostorozzam. Az az egyik probléma, nagy probléma szerintem azzal, hogy Carol most így párfordult, hogy ugye most tört el a mécses nála, de mi miatt? Tehát ölt már gyerekeket, ölt már barátokat, ölt már még gyerekeket, tehát és most tört el a mécses, hogy harcoltak valamennyit a nem tudom kicsoda, a wolfokkal, és akkor most utána hirtelen így meggondolta magát, hogy akkor most ölni mégse jó. Hát de hát Shirin, hát elmondta az utolsó részben teljesen egyértelműen, hogy miért csinálja, mert már nincs hasznára a társaságnak. De... Hát érted? Hát ezek ennek... szerint a kisbabát is, hogy mondjam, ki kell rakni magára hagyva az erdőben, mert nincs hasznára, csak szarik és eszik, tehát így... Micsoda dolog ez. De legalább beleharaphatnak a zombik, és ezzel is védi magát. Tehát ez lesz egy pár évad múlva szerintem, hogy Carol teleköti magát babákkal, és akkor így végig túléli az egész világot. Egy harangot rak a nyakába, és így. Ez nagyon, nagyon nem stimmel. Mindegy, ettől függetlenül jó volt a rész. Tehát ezt eljátszották. Jó. És eddig tartottak a jó részek igazából. Hát igen, aztán a 14. rész kezdődik azzal az érdekes reggeli rutinos montázzsal. Mindenki teszi a dolgát, őrködik, kivéve Morgant, aki legyeket hajkurászik a botjával, mint valami hülye, és ott építi, őt fejezi be a csodás börtönét, IKEA börtönt, és akkor igen, ebben a részben mennek el a Deri Lake meg patikába. Az Ébrehemék is külön-külön szerintem. Igen, igen. Mennek el, az egyik csoport a patikába, a Ébrehemék nem is tudom már hova. Hát a lőszer, a kohószerű helyre mennek. Aha. Szerintem, ugye lőszer tudnak készíteni. Ja, igen, igen, hát hogy hívják, a Eugene csodás ötletét követve. Amúgy ez jó ötlet, tehát azt alá kell írni, ezt meg kell hagyni, hogy ez viszont jó ötlet, hogy lőszert tudjanak készíteni. Persze, de ezt most hogy fogják képzelni, hogy... Hát most ott van egy vasöntő, tehát most mi kell hozzá, kell valamennyi vas, gondolom hüvelynek, aztán még olmot kell valahonnan szerválni. Meg gondolom, kéne hozzá áram. Igen, Hát áramuk az van. Meg több műszaknyi munkás. Igen. Hát gondolom, Eugene az ugye az mindenhez ért. Ja, tehát persze, az sok mindent olvasott a Wikipédián, aztán biztos meg tudja csinálni. Ja. Jó. Hát a patikás storyline a Daryl Lake-kel szerintem az egyetértünk, hogy az volt az érdekesebb. Igen. És ott az a patikás rész szerintem kifejezetten érdekes volt, azzal a kopogó, szétrohadt zombival, az szerintem ütött, ott aki gipszbe volt, hogy mi. Hmm, igen. Az kifejezetten szép maszkmunka volt megint. És hát a akkor, szokásos. Igen, az valóban. És akkor hát a végén egy elég váratlan halálesettel rajtaütés volt, ja. Az ápoló csaj, akinek, látjátok, nevét se tudom, tehát itt kezdődnek a dolgok. Segítsetek ki. Megmondom. Te se tudod. Dennis. Hát hogyne, igen. Igen, hát az úgy váratlan volt, és ütős. De tele van hülyeségekkel, tehát... A szokásos. Az a csaj is, amikor ott mentek, és azt a Pepsit, vagy a mit tudom én, micsodát, ott épp, hogy belehal, hogy elveszi a zombitól. Igen. Ja, és kiveszi a... Ja, igen, igen, hát a kocsis történet. Igen. Ja, és aztán hát a részvég egy ilyen jó kis lövöldözésbe torkollik. Hát szerintem az éppen, hogy az egyik legszarabb volt. Annyira következetlen igen? Volt. Ez egy állap kint a semmibe is. Jó, az valóban, de az nekem tetszett mondjuk, hogy a Eugene ott úgymond ilyen trükköt vetett be, ami végső soron nem is volt trükk, és ott az Ébrehemet bevetette Csalinak. Volt, csak tudod, mindenki ott volt így középen, és akkor hirtelen bebírt szaladni mindannyian, miközben ott állnak 80 automata fegyverekkel. Igen, teljes túlerőben voltak, tehát az nagyon... Enyhén szólva nevetséges volt szerintem, ahogy ezt az egészet feloldották. És az a problémám, hogy a feloldás az igazából annyit változtatott a végén, hogy nem pont azok az emberek lettek elfogva a következő rész végén, tehát ennyi erővel ott a helyben elfoghatták volna a Sasha volt, azt hiszem ott, meg a Daryl.
Nem, Rosita. Rosita volt ott, meg a Daryl. Tehát miért nem lett volna, hogy jó, ott elfogják, nincsen ez a hacacári, Eugene-ék nem kerülnek oda, ők megcsinálták a saját dolgokat, és nincs ez a komikus lövöldözés, semmi értelme nem volt. Tehát szerintem még egy laikusnak is, aki csak nézi a Walking Dead-et, meg zombik, annak is feltűnt, hogy hát ez így fura. Tehát nem hiszem, hogy így működik egy lövöldözés a való életben, hogy állnak a sineken, meg fekszenek rajta, és így senkit nem találnak el. Hát ez a tipikus Walking Dead-es megint csak, hát ezt már nem tudom, hogy hanyatszorra használom, mikor tudjátok, ott a börtönnél is ugye az embereket nem találták el, de a zombikat ugye 40 méterről headshot-tal kiszedték. Tehát ez a tipikus, nem tudom, eltéríti lehet ott az embereknek a feje, lehet ez a vírusnak egy ilyen élő változata, hogy a golyókat mágneses térrel eltéríti. Lehet, hogy már őket is fertőzi a Morgan vírus, csak még nem jutott el arra a szintre, mint Karolnál, mert nem voltak együtt elegedni. Nem tudatosan csinálják, lehet. Igen. Igen, és hát itt ja, ebben a részben derült ki, hát, vagy legalábbis számomra így visszaemlékezésből, vagy visszapörgetésből, hogy itt van az a következő románc, a Carol és az a fingom sincs, hogy hívják csávó között. Szerintem Carol se tudja a nevét. Az is valami rettenetes. Tehát én nem is értem ezt egyébként, hogy évekkel ezelőtt, nem tudom, hogy már hülyeséget beszélek-e, de mintha a Carol és a Daryl között lett volna valami, nem? Igen, valami. De ez lett, mi a franc új... lett abból? De Fred, igazad van, valószínűleg új írók lettek, akik nem olvasták az előzőt, meg nem látták, és így elkezdtek új karaktereket írni nekik. De én nem is értem ezt, tehát mint hogyha így hirtelen így megharagudtak volna egymásra. Ennek ellenére volt egy jó közös jelenetük ott a lépcsőn, ahol ott cigit csort a Daryl, meg ilyenek, és azt hittem, hogy oké, megint közelebb kerülnek, vagy valami, és is semmi. Tehát így Daryl hirtelen, mintha ilyen aszexuális csávó lett volna. Én komolyan nem értem helyenként, hogy teljesen fennhagynak korábbi ötleteket, és párkapcsolatokat, meg ilyenek. Na mindegy, itt van ez a csávó, aki közli, hogy Carol elhúzott, és ennyi. És hirtelen mindenki utána megy követni, ész nélkül. Zapszem lesz. Igen. A segükben, és menni kell. Ez rettenetes. Főleg, hogy Carol-el már... Carol, Daryl, ez jó. Carol, bocsánat, igen. Jaj, Freddy, sippeled őket? A Carol ugyebár egyszer már rikkálta a száműzvelet, és akkor hirtelen rohadtul nem volt fontos senkinek, hogy utána menjenek. Most baromi fontos volt, hogy gyakorlatilag az egész bázist veszélybe sodorva. Hát nyilván, mert Carol egyedül le tudná tarolni egész Negan bandáját, tehát Negannek a teljes brancsát. Igen. Féltek, hogy Carol elszabadul, vissza kellett hozni, nehogy valami baj legyen a világ rendjével. Igen. Inkább velünk, mint bárki mással, tehát ez volt szerintem itt a lényeg. És meg is csinálta, hát azzal a teljesen érthetetlen fegyver, amit megmutatni sem mertek, tehát ami egy kabát újban elfér egy automata. Ez egy automata fegyver. Pisztoly volt szerintem. Hát én nem tudom, tehát kicsit olyannak tűnt, mint a Predatorból az a golyószóló. Csak nem értem, hogy fért el oda. De tényleg néztem, és nem mutatták meg egyszer sem, csak az, hogy szétszakítottak. Alien versus Carol. Simán megnézném. Bocsánat, mindenki elindult a Alexandriából, én azt vártam, hogy valamilyen Benny Hill sketch végén így a kulcsot így odadobják a izének, a gyereknek, hogy hívják Juditnak. A gyereknek? A Juditnak, hogy akkor zárj be, és mindenki megy a picsába, mert Carol elment. Jó. Nem, amúgy szerintem azt kéne, hogy Carolt így a függetlenség napja kettőbe betenni. Hallod, egyedül lebombázza az egészet, de tényleg, tehát azt a holdnyi méretű űrhajókat meg minden, Carol megnyerné nekünk simán. Igen. Na és ez a rész ugye igazából arra volt, hogy akkor mindenki elment megkeresni Carolt, és megtörtént az, ami az előző részben is megtörtént. Van, hogy elfogják Daryléket. Ja, és még Daryl kap egy gagyi vérefektet, tehát jó, azt ne felejtsd. Ja, ezt én is láttam. Jó, de figyelj, gagyi vérefekt, de nem volt olyan gagyi, mint az évad zárában. Jaj. Jó, majd mindjárt megyünk az... oda is, mindjárt jöhet a Rage. De figyelitek egyébként, hogy szerintem már tudhatták, hogy a 25. ilyen senki nem kajálja már be, hogy úristen, lelőtték ezt az embert, és utána Bond szerintem utólag bevágták ezt a szöveget, hogy you'll be alright, vagy valami. Hallottátok igen, azt de... még egyáltalán? Igen, már... igen, volt ott valami. Tehát egyszerűen már saját maguk tudják szerintem, hogy amit Glennel teljesen szétcsesztek szerintem, tehát nem, tehát hiába próbálkoznak ilyennel, már szerintem az égvilágon senki nem kajálja ezt be.
és akkor ezzel próbálták valahogy, á, igen, nem is akartuk elhitetni veletek. Azért fröccsent a vér a kamerára, meg szörnyű. Úgyhogy igen, elfogták Lennéket a részvégén. Igen, Rick meg Morgan ugye kereste Carolt, igen. Carol meg sérült volt Carol? Szerintem... Amikor onnan elbotorkált? Nem is. Lelki sérült. Hát az nyilván. Az biztos, de utána meg ugye a nyomába eredt még egy másik csával, aki amúgy pont úgy nézett ki, mint a faszia ott Alexandriában. Tehát amúgy szerintem hasonlított rá, csak nyilván ez így ijesztő, vagy lehet ugyanaz a statiszta, csak nagyobb pénzt kért. És tehát utána meg ugye még a nyomába eredtek, aztán Morgan azt mondta, hogy megkeresi Carol, Trick meg hazament talán. Igen. És megint meg rosszul lett a rész. Eszébe jutott, hogy a fölhagyta a teát a gázon. Igen, igen, és meginek meg így gondolom, így a lelki ismerete rászólt, hogy hosszú hajjal szebb voltál, és így rosszul lett egyből. Igen. Rövid hajjal. Nem tudom, hogy... Ez fontos volt. De ugye ezt nem is értem, tehát van egyáltalán terhesnöknél, hogy így ilyen egy napokra begörcsölnek? De az általában hamar lezajlik, nem? Hát egy most... napokra nem, de hát azért inkább hát ilyen ami a sorozatban egészséges terhességnél nem jellemző, igen. Hát de még egészségtelen is szerintem ez lezajlódik egy pár óra alatt, nem? Hogyha ilyen van, mondjuk elveszti a gyereket, vagy valami. Nem tudom, szerencsére nincs élményem ilyennek. Akkor. Nem is erre gondolok, csak jó, mondjuk én se értek hozzá, csak így mindegy, majd valami kommentelő leírhatja. Hogyha, Gergő, maradjunk annyi, hogy nem ez volt a probléma a résszel, szerintem. Igen, szerintem tény. Tény. De most már mehetünk a 16-ra? Menjünk oda. Menjünk, ki megy oda? Senki. Mindenki oda megy. A nevesített karakterek mennek oda. Nem, kivéve a pap. A Gabriel. Mert aki, most kétenő lett a nagy kárt. Olyan tökös, hogy szerintem még soha nem láttuk lőni egyszer se. És, hát, és az volt a legviccesebb az a párbeszéd, amikor megkérdezi Ricket, hogy megbízol bennem, hogy megvédjem ezt a helyet, és így gondolkodtam, hogy Rick kimondaná, hogy nem, de nincs más választásom. Ezek után kimondja, hogy igen. Miért? Hogyan? Tehát, annyira karakter idegen, meg az egész sorozat az idegen, meg... És mindenki elmegy, csak azért, csak azzal a céllal, hogy csapdába eshessen, és ezt mindenki tudta szerintem, aki nézi a sorozatot. Yeah. És Kyle-tól kezdve, hogy tényleg gyakorlatilag senki nem maradt ott. És próbálták még úgy eladni, hogy még így is biztosítva van a hely, lesz, szórakozzunk már. Tehát minden, ezért küzdöttek, hogy megvédjék azt a helyet egész végig. Erre megy ki az egész, hogy legyen kaja, legyen oltalom, meg minden, és ezek után elhúznak. Tehát jó. Mondjuk hogy egyébként, hogy az jó jelenet volt, az parás jelenet volt, amikor először megláttad a sok embert az úton. Tény. És hogy föltartóztatják Rikéket. Jaj, tényleg, az első alkalom még tudom, igen. Felismertétek a bajszos csávót. De tehát úgy nézett ki, mint a Walter Goggins, nem? Nem ő volt, a Trevor Phillips volt a GTA 5-ből, igen, azok. A Stephen Ogg volt. Ő már volt amúgy a Better Call Saul-ban is, az első évadban még, és ugyanaz a csávót is nézte, és hogy ez tökre úgy néz ki, és tényleg ő. Tehát ez így, nem tudja, ha valaki GTA 5-özik, akkor talán felismerte. Jó karakter. Igen. Itt ő volt igazából a szószóló így a Negan-ék közül, amikor éppen nem a Negan beszélt, de mindegy, tehát ilyen kis pici apróság, de mindegy, bírjuk ezt a fazont. De amúgy nekem magának a résznek így a terelgetése, hogy így Rickéket nyomatták tovább, ugye így olvasni egy interjút, és ott mondták, hogy igazából ez arra volt jó, hogy a Ricket elbizonytalanítsák, hogy azt hiszi, hogy övé a világ, és akkor így akármivel próbálkozik, mindenhol falakba ütközik. De ennyire, figyelj, ez annyira karakteridegen volt Rick-től. Igen. Tehát igen, a Rick nem lehet ilyen sekhülye a 6. évadra, amikor már X alkalommal mutatta, hogy tudja, hogy zajlik ez az egész, tudja a játékszabályokat, hogy kell megvédeni a csoportot, még ha ennek az is az ára, hogy valaki a csoportból megszívja, vagy kedvezőtlen döntést kell hozni. De itt, mint valami rohadt newcomer csávó, aki most csöppent bele ebbe a világba, még ezen a rohadt láncos zombi blokádon is átment, amiről ordított mindenfelől, hogy ez egy akkora csapda, mint a ház. De azért kilőtték a kezéből amúgy a baltát, miközben elvileg csak figyelmeztető lövéseket adtak le. Azért azt a kibaszott mesterlövészt, aki kilőtt a kezéből a baltát, azt megtapsolnám. És minden létező úton ott voltak. Tehát ez is egy kicsit már így felcseszett, hogy ekkora serege nem lehet ennek az embernek, hogy
ekkora legyen, de még most hallottunk róla először ebben az évadban, és tényleg, tehát így semmiféle, tehát túl szervezettek voltak nekem, tehát az egész fütyűrészéses baromság, mintha valami éhezők viadala, az jutott eszembe állandóan, és mindenhonnan 500-an előbukkantak az erdőből, tehát itt egy kicsit túlzásba estek szerintem. Meg olyan érzésem volt, mint hogyha csalnának a légenék. Tehát, hogy ők látják a térképen, hogy hol a másik csapat, pontosan, meg mit csinál. Ja, fogofort levették belőle. Igen, tekergők térképe, vagy én nem tudom. Igen, tehát a normális Rick az azt csinálta volna, hogy nem tudom, harmadik ilyen után az azt mondja, hogy oké, bocs Megi, ezt nem tudjuk tovább csinálni. Tehát az, hogy még kiszálltak a lakókocsiba, és úton indultak el hordágyon vive, tehát ez teljesen nonsense volt. Meg ide vagy oda, ezt a Rickéknek nagyon jól kellett volna tudniuk. És egyszerűen tényleg nem hittem a szememnek helyenként. És főleg a végén aztán a Negan beszéde alatt a Rick amilyen fejeket vágott, csak azzal a rendezői szándékkal, hogy mutasd meg, hogy ő most mennyire szétesett, és soha nem láttuk még, hasonló szar helyzetekben volt már, tehát itt gondoljunk itt a Terminusra, meg ilyesmire, ahol kb. Hasonló szituáció volt, sőt, még talán még rosszabb is. Jaj, hát már emlékeztek. Felállítottak mindenkit, hogy levágják a torkát, és már vágták a torkát. Igen, tehát az ötödik embert már szúrják agyon, és tudja, hogy itt kis helyesléssel, meg jópofizással lehet, hogy még meg is ússza Negannél, tehát ez benne volt a pakliban esetleg. De itt amilyen fejeket vágott, tehát ez én nem tudom. Hát szerintem így az egész nap rátelepedett, és akkor én ezen mondjuk tudnám igazolni valahol, hogy egész nap, amikor szopsz bele, hogy próbálod eljutatni ezt a szerencsétlen meg itt az orvoshoz, és már hatodjára próbáljátok, és még mindig nem jön össze, aztán utána belesétáltok egy ilyet, és előjön valami faszkalap egy baseball ütővel, és azzal fenyegetőzik, hogy meghal valaki, szerintem még Ricknél is elfogadod, hogy kicsit becsinál. Tehát nem ezzel van a baj, hogy becsinál, tehát mondta is a Negan, hogy be fogtok húgyozni, ami szerintem én lettem volna az első egyébként, de nem tudom, tehát ott szerintem baromira túlzásba estek, tehát itt, és még a Carl sem nézett ki így. Tehát... Hát mert azért, mert Carlnak be volt kötve az a szem, amivel sírt volna a szegény, tehát azért ne legyél ilyen rasszista, hogy nyomorékot gyűlölő antiparalimpikon. Jó, nem tudom, az kicsit fura volt nekem. De szerintem viszont, tehát maga, amikor már ott felsorakoztatták őket, előhozták Glennéket, mindenkit, tehát azért úgy, én is éreztem valami az izgalmat. Az öt csillagos volt. Főleg, amikor már ugye, akkor mondták, hogy akkor találkozzatok az arccal, és akkor előlépett ugye végre Jeffrey Dean Morgan, aki talán tényleg a legismertebb színész most már a Walking Deadben, tehát őt láttam talán is a legtöbb helyen. Itt honnan ismerni? Én például a Supernaturalben láttam, ugye ő volt a Winchester apuka, a Watchmenben lehetett látni őt például még. Mint passz? Várjál, mindjárt megyünk tovább. Volt még például, ezt láttad talán ezt a Texas gyilkos földjén? Nem. Akkor a démoni dobozt? Azt láttam. Na, ő volt az apuka. Ah, például. Meg most ugye például... Meg van egy jó példám. Batman vs. Supermanben ő volt a... Hát persze. Bruce Wayne apuka, ezt és ugye már vágod. Azt néztétek, hogy ez hogy Megi és Negan a... Igen, ezt írtam is Twitterre, ugye, hogy tényleg ők azok. Meg hát nem tudom, mondjuk ilyen más sorozatban, aki Grace klinikát nézett, például az ismerheti még, vagy volt ez a Férjem védelmében, ez a Good Wife. Tehát ő amúgy sok helyen ott volt, ez a Jeffrey Dean Morgan, és akkor így most ugye bekasztingolták Negannek. Kicsit Javier Bardemre emlékeztet. Van benne valamennyit, de szenzációsan jó volt a belépője. Tehát ugye képregényben is hasonló volt egy kicsit. Mondjuk én, tehát a képregényben egy kicsit én ilyen szélesebb gyereknek látott. Tehát ez egy kicsit jobban ki volt tenni a pattintva, meg talán fiatalabb is volt, mint ugye Jeffrey Dean Morgan, de tehát a belépő az csillagos ötös volt. Nagyon jó volt a monológia, jó volt a színészi játék hozzá, tényleg volt tétje az egésznek a jelenlétének. Végül ugye a Lucille is ugye a fegyvere is, vagy kellően markáns és megegyezhető, ugye ez baseball utól becsavarva mi ez, szöges dróttal. Igen.
És hogy minden a helyén volt, szerintem ebből a szempontból. Tehát ezt a jelenetet elszarni azért egy nagyon magas kunst volt, mert tényleg nagyon jó fel lett vezetve, operatőrileg is egyébként, tehát milyen szépen játszottak a fényekkel, meg a kamerabeállítások, amikor hátulról filmezték, amikor sorról, de szenzációsan fel lett vezetve, és akkor, hát... Ja, nézzétek meg előtte a résznek az értékelését. Tehát most elküldtem Skype-on, nagyon durván le van pontozva ez az utolsó rész. 5,6 ponton áll konkrétan. Aha. És 12 000 szavazat alapján. Várjatok, kezdem én, mert én nem voltam ideges. Jó. Tehát én nem voltam ideges. Azért, én dühös voltam. Volt a képregényben, én tudom, hogy ki halt meg. Tehát én emiatt, én meg tudom érteni, hogy ti fölhúztátok magatokat. De egyáltalán nem biztos, hogy az hal meg, azt ugye hát, volt. Mert én is tudom, hogy a képregényben ki halt meg. Én valószínűleg tartom, de hogyha meg nem, akkor meg... Tehát ez nem képregényes tudás, meg semmi. Én a sorozat alapján, amit eddig láttam, én azt mondom, hogy szerintem az Abraham volt az. Uh-huh. Tehát én az Abrahamre tippem. Hát a Carl az nem lehet, mert akkor hát nem, azt nem mert... úgy mondta volna, ja. hogy nem tudom, megetettem az apáddal a másik szemedet. Igen, igen, igen. Mert valószínűleg nem maradt már volna az se, hogyha őt ütögeti. Úgyhogy azt kilőve, ja. De tényleg, szóval teljesen szükségszerűtlen volt ez. Egyébként én is Abrahamre tippeltem, mielőtt olvastam, hogy a képregény szerint kihal meg. Most de mert ezt spoilerezte nektek valaki? Mit? Ezt valaki írta valamilyen blogon, hogy ki volt a képregény? Hát én utána olvastam, de így véletlenül belefutottam, de, ja. De tényleg az a baj egyébként, tehát ez, hogy mondjam, ez a baj ezzel a sorozattal mostanra, hogy az ilyen főbb karakterek is, mint Daryl, Carol, bocsánat, Maggie, Glenn, meg a többi, és teljesen eljelektelenedtek, és az a baj, hogy nem is érdekel igazából, hogy kit fognak megölni. Tehát... Ez az, amit én is akartam mondani, hogy most ott tartok a Walking Deadnél, hogy az összes spoilert elolvasom, meg az összes theorycraftot, meg az összes, mit tudom én, képregény olvasónak az ötleteit, mert mondjuk egy Game of Thrones-szal ellentétben, itt már tényleg nem érdekel. Igen. Tehát nincsen súlya. Tehát a Glent azt sajnálnám mondjuk, de hozzá kell tenni, hogy Glenn már egyszer meghalt, és én elkönyveltem magamban, és így kb. Mind jutalomjáték, amit én láttam őt utóbbi részekben, tehát még ezt is el tudnám viselni. De szerintem pont ezért lenne tök súlytalan az, hogyha most ő hal meg. Mert bejátszottak egy ilyen kamut, és akkor, ja most akkor mégis. Tehát ha ezért hagyták életben, akkor minek? Igen. Akkor minek kellett azt eljátszani? De bárki másnak meg a halála, az meg felépítetlen lenne. Tehát most itt a Glent is beleértem, tehát most a Missiont megölni, a Megit megölni. Én a Missionra tippelek egyébként. Én is a Missiont mondanám még, hogy a Mission szerintem simán meg lehetne ölni. Figyelj, mindent kiosztak a karakteréből, amit ki lehetett. Rickbe megint belehet. Elég rossz szómen. Igen, jó. Tehát nem sokan élték eddig túl, úgyhogy adná magát az is, de mindegy. Főleg így, hogy elrontották azt a jelenetet. Tehát felépítettek egy jelenetet, van egy gyönyörű szó erre, hogy payoff, tehát hogy kifizetődjön valahol az a dráma, meg az a nem tudom... A csúcspont. Csúcspont, igen, tehát igen. Ki kell fizetődnie, és nem, és elvágják, és még gagyi is. Tehát. Ja, tehát ott van 10 nevesített karakter, és utána pont megölnek egy operatőrt. Tehát ez amúgy milyen, ezt neten olvasnád, ez nem saját, de kurva jó volt. Szerintem egy jó kivetülés arra, hogy nem a operatőrt öli meg, hanem a nézőt. Tehát, hogy képes voltál eddig ezt végignézni, most megérdemled, és agyonveri a nézőt. Igen, olvastam olyat is, olyan teóriát egyébként, hogy egyesek meg van győződve, hogy még a készítők se tudják, ki halt meg, és ez szerintem totál benne van a pakliban. Szerintem ott helybe föl lett véve az egész, és én még azt is bemerem mondani nektek, hogy nem a producereken, meg az írókon, meg mindenki múlott, le volt forgatva az egész, és amikor oda került a marketing csapathoz, mert én ezt csak marketingesekből nézem ki, hogy ekkora fasságot csinálnak, akkor úgy mondtak, te figyelj, hallod, hányan néznék a következő évad első részét, hogyha azt tovább tolnánk. És mindenki csak fogja a fejét, de a TV, mit tudom én, fejesek, azok így csapkodják a térdiket, hogy mekkora ötlet. Vagy gyorsan ilyen közvélemény kutatást csinálnak Twitteren, hogy gyere, elemzéseket csinálunk, hogy erre hogy reagálnának, olyan, ezek erre tippelnek, gyere, akkor ezt vegyük majd figyelembe. És tényleg, tehát egy tökéletes lezárás lehetett volna, ha
úgy, ahogy van, még ez a szar véres effekt is belefért volna, nem érdekel. Püföli a kamerát, és utána hirtelen a kamera, a kép a földet veszi, és valaki így beleesik elé. És látjuk, hogy ki az, és ott az évad vége. Hát vagy mondjuk, Bravo. Hogyha mondjuk ugye elsötétül a képernyő, tehát ugye ez volt is, és akkor mondjuk halljuk, hogy valaki sikoltozza a nevét. Vagy, például. Ja. Ja, most elkezdik ordítozni, hogy itt egy misóm, vagy fasz tudja, hogy éppen kit akarnak What's your name? I miss you. És így... De tök jól meg lehetett volna például ezt csinálni, de így meg ez olcsó volt. Ez rettenetesen olcsó volt. Ez olcsó volt. És nem professzionális is valahogy, nem? Tehát így, mint hogy ilyen egyetemisták csinálták volna ezt a megoldást. Amatőr. Nagyon. Rettenetesen amatőr volt. Tényleg ahhoz képest, hogy mennyire jól fel volt építve. Igen. Tehát tényleg újra is néztem, ahogy azt az utolsó 15 percet, vagy 10 percet, hogy így lássunk benne valamit, de amúgy el is mondták, tehát, hogy a sorrendből, ugye, ahogy ment, ugye az egy perc kimehetsz, az direkt offbeatre csinálták, igen, meg rosszul vágták össze, nem abban a sorrendben, ahogy el vannak helyezkedve, és ahogy utána a Negannek az ütéseit is fölvették, azt is egy teljesen semleges helyen vették fel. Igen. De direkt átpakolták őket, hogy szinte egy ilyen álomszerű jelenet legyen az egész, hogy még véletlenül se lehessen kitalálni belőle. Csak én azért mondanám, hogy az ébremet, mert ő belőle nézem ki azt, hogy egy ekkora ütést még kibír, anélkül, hogy földhöz vágódna. Mert ugye, igen, bemondta, hogy izé, hogy you're taking it like champ, és így abból gondolom, hogy... De tudjátok, ki lesz igazából? Az a vaskoponyás zombi. A nem tudom, hanyadik részből. Akit elküldtem? Igen. Ja. Az kibír egy olyan ütést. Nem hallottuk amúgy a fémes csattanást. Á, az igaz. Szóval nem biztos. Jó. Nem biztos. De adsz arra, hogy normálisan hangefektelték? Tehát én azután, a vércsorgás után én nem bárok. Ez tényleg olyan volt egyébként, mint az ilyen 90-es évekbeli ilyen játéktermi lövöldözők, ahol így meghaltál. A kép így izé így be. A House of the Dead-be tudtam komolyan, ezt elképzelni. Tehát ez rettenetes, hogy kiadta erre az áldását. Mindegy, hát most amúgy tényleg ennél olcsóbb módszert nem tudtak volna kitalálni arra, hogy akkor hogyan nézzék meg akkor az évad nyitót is. És simán kinézem amúgy a készítőkből, hogy az első részben meg se fogjuk tudni. Igen. Hanem igen. Mondjuk az otthon lévő Gabrielnek a sztoriát nézzük meg, ahogy a kereszteli a Judy-t. Tudod, mit fogunk nézni? Morgenéket. ahogy egymást fogják győzködni, hogy legyenek jó keresztények. Szó. Pucoli a börtönrácsot meg ilyenek. És tudod, hogy, és nem is fogják megmutatni az ütést, hanem a második részben azt látod, hogy haza botorkálnak a Rickék. És hogy aha, ott látod, és valaki hiányzik. Igen. Ja. És így kérdezik, hogy hol van, mit tudom én, Carol. És így nem jött vissza. Ja. Mi történt? És akkor majd mit tudom én, a rész vége fele ilyen gyors, ilyen flashback-ek. Fekete-fehérben, hogy így Rick így remeg így a kamera előtt, mint egy ilyen bolond, így gyorsan ilyen visszajátsszák nekünk. Egy pár jelenetben. Egyébként ez is fura egyébként, hogy Negannek miért van rájuk szüksége. Tehát igazából... ennyi embere van, komolyan, tehát egy halom kigyúrt állat, egyébként, mint hogy valami castingot tartana ez az ember. és miért van szükség erre a bajkeverő társaságra? Hát pont azért, mert hogyha be tudja őket törni, akkor utána pedig tőlük is tudja szerezni az erőforrásokat. Most látja rajtuk, hogy tele vannak fegyverrel meg minden. Most szerintem abból sosincs elég. Hát de mennyi erőforrás kell még neki? Tehát... Hát miért ne? Szerintem ezek már halmozzák. Így is szerintem sokkal többet lebgombolnak a többi közösségről, mint amennyi szükségük van. És a képen az lényeg, hogy megtehetik. Basszus, mert... Hát ja, tehát a franchise, tehát... Nyilván ezek nem az igazságosság útján mennek szerintem, tehát nyilván nem az alapján döntik el, hogy kinek mennyi jut, hanem az a lényeg, nekik sok legyen, habzsítőzsi, és kész. Jó. Csak nyilván most képregényből indulok ki, akkor ez még később érdekes lesz nagyon, tehát főleg ugye itt a Negan sztori, mert mondták is amúgy a sorozatkészítők is, hogy azért Negannel több évadra terveznek. Uh-huh. Tehát most mondjuk ezt az évadot már belevehetjük, hogy már ebben is terveztek Negannel, mert annyit mondogatták a nevét, tehát szerintem még a következő évadban biztos jelen lesz. Uh-huh. Hát. És amúgy jó is lesz, mert Jeffrey Dean Morgant néznénk, tehát igen, tényleg ez a karakter érdekes. Ja. De hát... Ebből a szempontból nincs vele baj, most nyilván az a kérdés, hogy hogyan fogják őt kezelni az író. Az a baj, hogy ezek azok a részek, ami után leülök és így elgondolkozom, hogy
miért akarom én ezt nézni? Tehát mindig van valami, ami még alámúlja az elképzelésemet, meg amit várok. És még mindig nézem. És még mindig nézem. Mazoista vagy. Hát azért, hogy beszéljes a Filmbarátok Expressben róla. Igen, például. Hát minőségi szórakoztatás céljában. Nem akarjátok akkor nézni a Zöld Ijeszt? Nem! Nem. Akkor ez szerintem megbukott. Ja. Jó, hát mikor októberbe derül ki? Hát október közepén szokott indulni, azt hiszem, az évad, vagy igen, október közepe környékén, de mindegy, hát én ott leszek, mert attól függetlenül azért érdekel. Megmondom, én annyira nem húztam fel magam rajta. Nem, csak olyan, tényleg olyan bosszantó hülyeségek vannak benne állandóan, és egyszerűen én mindig így azt hiszem, hogy valamikor leveti magát, vagy ezeket a sorozat magáról, és nem, és egyszerűen nem tanul a saját hibáiból, és ez a legrosszabb. Az a problémám nekem ezzel az egésszel, tehát hogy mondjuk alapvetően a történet engem is érdekel, hogy még hova mennek, mit csinálnak, meg a karakterek. Szerintem a színészi gárda Sava Bors az még mindig nagyon jó. Tehát az Andrew Lincoln, meg most ugye a Derilék is jók szerintem, attól függetlenül, hogy mekkora hülyét csináltak a Carolból, ő is jó szerintem, attól függetlenül, hogy mekkora hülyét csináltak a Morganből szerintem, ő is egy jó színész, Lenny James, vagy hogy hívják? Kicsoda. Mindegy. A Morgan színészét. Azt én nem tudom. Nem tudom, én már Jerichóban is utáltam azt a színészt. Ne, én bírtam ott is, tehát teljesen mindegy. Menthetetlen. De az a probléma, hogy ezután leülök, és tudom, hogy fognak jönni jó jelenetek a sorozatba, meg érdekes történetek, de hányat fognak így elcseszni? Mert így összességében egy utólag ezzel nekem tönkretették a részt. Tehát mindent, amit felépítettek, mindent, amit odaraktak, a Negan karaktert is nekem ezzel agyon ütötték, hogy stílusosan fogalmazzak. Hát odáig nem mennék, hogy... De túl erős volt az a belépő, hogy ezt tönkretett. Ő még jól jött ki az egészből szerintem. Tehát nem, senki nem az ő karakterét hibáztatja ezért. De nem is az, tehát nem úgy ért nekem véget a rész, hogy Negan egy nem tudom, egy komoly karakter. Mert nagyon jól fel lett építve, nagyon jól elmentünk odáig, hogy veszélyes, és hogy most megmutatja, és hogy szar lesz a Rickéknek, de nem történt meg. Uh-huh. Nekem az a bajom, hogy a Negan karaktere nekem most konkrétan egy tucat karakter lett. Még egy gonosz, aki jól beszél, jól mutogatja magát, de mivel nem mutatták meg, hogy ő miért veszélyes, mert azt a részt pont nem mutatták meg, hogy ő meg is teszi azt, amivel fenyegetőzik, ezért egy újabb tucat karakter lett nekem, amit lehet, hogy a következő évadban vissza fognak tudni hozni, és azt fogom tényleg mondani, hogy tényleg azért Negan az egy jó karakter, de ezzel az egész nem tudom, évados felépítését, vagy nem évados, fél évados felépítését a Negannek, nálam agyon ütötték. Uh-huh. Teljesen. És többször is. Többször is, igen. És a végén szarú folyt le a vér. Jó. Hát mindegy. De hát nézni fogjuk tovább mindannyian, nem? Hát én mindenképp. Tehát annyira nem rossz, hogy abba hagyja, meg már túl sok időt beleöltem, hogy ez a Lost effektus egyébként. És egyébként, hát amióta csinálják a Filmbarátok Expresst, már megtanultuk, hogy nagyon hullámzó, tehát egy jó után egy rossz következik, tehát ja. Túl sok jóra ne számítsunk most. Csak de... pont annyira, amennyi jó van. Mi? Igen. Úgyhogy meglátjuk. Tehát ahhoz nagyon-nagyon sokkal rosszabbnak kell, hogy legyen, hogy én elkaszáljam, de tényleg egyszerűen én lennék a legboldogabb, ha odafigyelnének pár dologra, mert annyival jobb lehetne ez az egész. Kezdve azzal szerintem, hogy nem kell 16 rész egy évadhoz. Így van. Tehát bőven elég lenne mondjuk 12, 2x6, ha már nagyon félbe akarják osztani az egészet, és tessék, már is sokkal kevesebb hülyeség fér bele, nincsenek töltelék epizódok, úgyhogy tehát azzal nem lehet pénzt keresni. Csak tudod, mi a baj? Hogy a végén az lesz, hogy kevesebb epizód lesz, de ugyanannyi tölteléket kapunk. Én ettől félek. Meglátjuk. Akkor sírni te. Fogunk, mondjuk biztosan. Ja. Még jobban. Ja. Jó. Mert az a baj, szerintem az epizód csökkentés is minden oda vezethető vissza, hogy ugye tudjuk, hogy az AMC húzza mindig a pénzüket, és minél kevesebből próbálnak minél többet kihozni, és attól félek, hogy itt megint az lesz, hogyha kevesebb epizód ott kapunk,
akkor annyival lesz kevesebb a pénz, és az a pénz annyi epizódra pont úgy fog kijönni, hogy kelleni fognak az ilyen töltelékszarok. Uh-huh. És ettől félek, de hát meg fogjuk látni, én is nézni fogom, idén egy sorozatot fogok kaszálni, és az nem ez. Jó van. Na, de mondd már el, Gergő, hogy milyen teóriát hallottál Carolról. Ja, igen, ezt a végére még. Ja, igen, tehát ugye Carolnál volt egy ilyen teória, ezt tényleg én is fenntartásokkal kezelem, de mi van akkor, hogyha Carol nem akkor tért magához, amikor elrabolták, és ugye nem attól a pillanattól kezdve láttuk Carolt ott bent, hogy ő bekerült oda. Mi van akkor, hogyha ő már korábban ott találkozott valakivel, ne adj Isten, Negannel, és kötött vele egy alkut, hogy mondjuk mit olyan jelentéseket tesz a Rickékről, hogy akár az egyiküket megöli és megmérgezi, ugye ezért lett a Maggie rosszul, hogy megmérgezte a Maggie-t, és cserébe akkor mondjuk hagyja őket elmenni, hogyha cserébe nem csinálnak nekik több galibát. Ugye emiatt lehetett látni, emiatt jött el ugye Carol is tőlük, meg emiatt volt ugye kiakadva az, hogy annyira fontosak neki, hogy akár még ölni is hajlandó lenne értük, és mi van, hogyha a bűntudat miatt volt ilyen szarul, hogy közülük árulták valakit, főleg egy terhes nőt. De akkor miért lőtte volna le azokat az utonállókat? Hát mert miért nem mondhatta volna el nekik? Hát miért hitték Negan volna emberei? El neki? Hát de tehát miért hitték csak volna mondjuk a, neki? Leadta nem volna biztos, a drótot. Nem biztos, hogy ezért simán leadja nekik. Tehát én az informátorait miért hozná ilyen hülye helyzetbe a Negan? Hát ki tudja. Tehát mondom, pár helyen azért megbicsaklik, tehát tényleg egyrészt ez a lövés, ezzel ki lehet magyarázni, de piva, hogyha igaz, ugye ott a Carol már végén meg akart halni konkrétan az évadnak, tehát ugye már ott azt várta, hogy lőjék, akkor adjon meg, stb. És tehát azért is könyörgött, hogy Léci ne kelljen megölni titeket, mert mi van, hogyha abból is probléma lesz később, hogy Negan még ezen is felhúzza magát, hogy megölte az embereit. Tehát mondom, ez csak ilyen mellékes dolog, mi van, hogyha tényleg Negan erre kérte őt. Hát szerintem ennyire nem okosak a Walking Dead írók, hogy egy ilyet... Mondjuk azért az elég para lenne, nem? Hát, tehát, hogy ezt tényleg így apránként így felépítgetik. Jó, hát az nem volna egyébként egy rossz dolog. És akkor egyből a Carol hiba, az ki is lenne javítva, csak nyilván tényleg lehet, hogy ez ennyire nem okos, meg ennyire nem gondolták át a dolgot, de mondom, valószínűleg nem is igaz. És tényleg a kommentelők is akkor írják le, hogy szerintük igaz-e, cáfolják, meg erősítsék meg, elmondhatják, hogy hülye vagyok-e. De nyilván ezt én is csak hallottam, tehát ezt nem én találtam. De valahol van benne valami. Van benne valami mindenképp, csak nem tudom, ez szerintem ilyet nem mernének meglépni. Szerintem nincs annyi bennük, hogy egy ilyet kitaláljanak ők. Jó. Mondom, ez csak egy lehetőség. Jó. Meg szerintem akkor már elhintettek volna valami pluszt. Aha, tehát hogy ezért... Amitől meg tök egyértelmű lenne. Tehát ennyire azért nem szabul, hogy szokták ezt mondani? Nem, elegánsak a Walking Deadnek az írói. Igen. Uh-huh. Akkor inkább az arcunkba tolták volna ezzelre, hogy akkor látjátok, Carol lehet valami rosszat csinált. Hát te most gondolod tényleg, hogy megmérgezni a terhes meg itt, tehát... Tehát nyilván az is azért fura, hogy hirtelen így rosszul lesz, és akkor egy napon keresztül vergődik tőle. Most ugye Carol lehet, hogy tényleg ezért is ment el, ezért szökött el, mert tényleg félt, hogy lebukik. Hát lehet. Meg tényleg pont akkor, pont azután lesz a Maggie rosszul. Jó, hát nem vagyunk nőgyógyászok. Hát jó, nyilván majd ennek is utána járunk, olvassunk róla, stb. Én nem akarok utána olvasni, bevallom őszintén. Jó, higgyük el. Jó, hát egy érdekes teória, de szerintem nem stimmel, de... Valószínű amúgy. De egynek jó volt, jó. Hát meglátjuk, lehet, hogy majd kiderül, hogy pont így volt, és akkor majd mutathatjuk, hogy már évekkel ezelőtt Csápi Gergő itt elhozta ezt a spoileres infót. Úgyhogy, ja. Jó, hát szerintem mindent elmondtunk erről a fél évadról, amit kell. És hát kedves hallgatók, ti is írjátok meg, hogy nektek hogy tetszett az egész, hogy annyira kritikusak vagytok-e ti is a sorozattal szemben, mint mi, bár most szerintem kicsit visszafogtuk magunkat az előző fél évadhoz képest. Hát kiegyensúlyoztuk szerintem. Igen. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy mit hoz a hetedik évad első fele, és októbertől meddig tart ez, decemberig kb. Igen. Aha. Jó, hát akkor majd 2016. decemberében újra jelentkezünk.
ha Sirin addig még kitart, akkor bele is. Hát ha a zöld íjásznak a évada így megy, ahogy most megy, szerintem nem élem meg a nyarat, úgyhogy agyérgörcsöm lesz. Egy Sirin kap nyugtatót. De talán megment majd a Game of Thrones, azt most várom. Aha. Talán. Igen. Jó, hát én meg kedvet kaptam ez a zöld íjászhoz ennyi említés után már. Szerintem kezd a harmadik évad, ne? Igen. Hogy egyből szar legyen. Igen. Jó. Na, akkor kösz szépen, srácok, hogy itt voltatok, kedves hallgatók nektek a figyelmeteket, és akkor majd áprilisban még nagyon sokszor fogunk találkozni, van olyan érzésem, Gergő tudja már a terveket. Félek. Hogy ez volt a áprilisban a második filmbarátok adás, mikor ez egy express is, és messze nem az utolsó. Na, szevasztok! Sziasztok! Sziasztok.